Köszöntöm a kedves nézőket, egy kérdéssel indítok. Mit jelent most nekünk a világosság? Lehet, hogy éppen a napfényt, lehet, hogy egy monitor kijelzőjét, vagy egy lámpatestet. De az Isten országában a világosság mindig valami többet is jelent, Istennek a, a jelenlétét és a hívást, hogy ebbe a világosságba belépjünk. János Evangélium a első rész. 9. versétől olvasom tovább. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták őt be. Isten világosságáról és az emberi elutasításról van szó. És valahogy nagyon keserűnek is tűnhet a kicsengés de olyan jó, hogy Isten nem az elutasítottságát, vagy annak a fájdalmát árasztja a világra, hanem az ő kegyelmét. Hogy ezek az igék mégsem végérvényesen lemondóak, majd látjuk a folytatását, hanem Isten tudja, hogy mit vállal, amikor ebbe a világba jön Jézus Krisztusként. Tudja, hogy mit vállal, mert ez az ő világa, nagyon izgalmas kijelentéseket olvasunk ebben a világban, olvasunk ebben az igében, ő jött el a világba. Ez az ő világa általa lett a világ, és a saját világába jött Jézus. Talán sokszor nem gondolunk erre, amikor azt mondjuk, Jézus a barát, Jézus a megváltó, ő valahogy ide csöppent, valahogy egy, egy deszantosként, egy küldöttként, egy, egy valaki másként érkezett idegenként ebbe a világba, de ez nem igaz. Ez a világ általa lett. Ez egy nagyon tömény kifejezés a Kolossé Levél első része, fejti ki ezt talán a legrészletesebben a Bibliában az újszövetségi hívő számára, hogy hogy volt jelen Isten a teremtésben, hogy volt jelen ott Jézus Krisztus a teremtésben. Talán ez az utóbbi, ami több magyarázatra szorul, ott a Kolossé egy elég részletesen kifejti ezt. Hogy, hogy ő rá nézve teremtetett minden, hogy ez a világ, ez leképezi valahogy. Istent, leképezi a Szent Háromságot, illeszkedik Jézus Krisztushoz, alkalmas ehhez alapjaiban, hogy, hogy Jézus Krisztus számára egy, egy, egy saját terep legyen, a saját világába jött Jézus. És hogy miért történik ez, hogy nem ismerte fel a világ, nyilván az emberi bűn, az emberi romlottság, ami homájt hoz, ami sötétséget hoz, de, de Isten nem mond le és jön a világába, a saját világába jön. És euh, mi tudjuk az evangéliumból a folytatást, és ár, elárulja a következő igyevens is, hogy van kiút ebből, akik pedig befogadták azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfiak ötelből, hanem Istentől születtek, mindig van egy kiskapu, van egy kiút. Az Istennek a, az ítélete az sohasem kizárólagos azért, hogy ne lehessen belőlem menekvés, hanem ott van a kegyelem, amíg élünk, amíg Jézus Krisztus által a kegyelem majd, nyitva van, ott a hívás, hogy igaz, hogy nem fogadják be, de akik befogadják. Mindig van ellenpélda, legyél te a sötétség ellenpéldája. Legyél te a korszakod, a korosztályod ellenpéldája. Az Isten világosságának a tanúja szóljon -e erről az életed ez egy a főüzenet, a rád gondolnak, hogy kicsoda Boros Dávid, vagy, vagy bárki más a képernyő túloldalán, akkor ez lehessen, hogy az Isten tanulja, az Isten világosságában élő ember, aki lehet, hogy kisebbséghez tartozik, de akik befogadták, azoknak hatalmat ad Isten, mire? Hú, hát Isten hatalmat, rengeteg ötletem volna, hogy mire használjam az Isten hatalmát, és már el is árulom magamat, a természetemet, hogy hogy én használni szeretném az Isten hatalmát. De nem fordítva van? Hogy az Isten hatalma szeretne használni engem? Ad Isten olyan hatalmat, hogy én azáltal végig söpörjem, fölszántsam a világot? Nem, nem ez az elhívásunk. Hatalmat ad nekünk Isten arra, mire is? Arra ad Isten hatalmat, hogy az ő gyermekeivé legyünk. Ez a legnagyobb hatalom. Mint új hívőnek, talán neked is, nekem is sok elképzelésünk van, hogy Uram, hogy kéne, hogy te a hatalmadat kiárazd ezen a világon. Csodák, jelek, ébredések, hatalmas, látványos dolgok. És ő azt mondja, a legnagyobb hatalom, azt tudod mi? Hogy az Isten gyermekévé lehetsz. Meghívásos alapon, ez nem érdemből van, nem saját erőből, nem férfinek az akaratából, nem vérből, ez csak egy isteni hívás és cselekvés által lehet. Adjunk hánát ezért. Áldott napot kívánok!